Szabolcsnál Bereg megye teljes területe afrikai sertéspest is fertőzöttnek minősül a vaddisznók tekintetében. 2018-ban megyénk az első között volt, ahol megjelent a járvány. Ugyan több száz állatban mutatták ki a kórokozót, az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően eddig sikerült meggátolni, hogy a házi sertésre átterjedjen. A természetben nagyon sokáig ellenálló, sokáig túlél, fertőzőképes marad, akár 7-8 hónap is lehet normális körülmények között, de például fagyasztott húsban évekig tud fertőzőképes maradni a vírus. Ezért van nagyon nagy jelentősége a természetes, tehát a közvetlen terjedésen, állatról állatra történő terjedésen kívül a ragályfogó tárgyakkal, ember közvetítésével létrejött közvetett fertőzésnek is. Ezt a közvetett fertőzési láncot kell megszakítani ahhoz, hogy a házi sertésben ne kerüljön be a vírus. Az állatok között terjedő betegség világszerte hatalmas károkat okoz, ezért fontos, hogy szigorúbb ellenőrzés alatt tudják tartani, és mielőbb felszámolhassák az Európai Unió területén. Minden tagállamot a vaddisznó állomány szabályozásáról szóló nemzeti akcióterv összeállítására kötelez az EU-s afrikai sertéspestis tragédia tavaly áprilisi módosítása. A hazai vadgazdálkodási célú akcióterv néhány napja jelent meg. A mentesítési tervben megtalálható eszközök, végrehajtási eszközök, intézkedéseknek a kifejtését tartalmaz. Azaz azt, hogy hogyan lehet elérni azt a célt, amelyel meg lehet akadályozni a természetes terjedést, azaz a gyérítésen milyen eszközök vannak. 2005. február 28-áig kell fél állat per hektár szintet elérni. A tudomány mostani állása szerint ez alatt a állománysűrűség alatt már önállóan is kipusztulhat a vírus, illetve meghatározza azokat a lehetőségeket, ahogy a területen az állománybecslést végre lehet hajtani, a érítésnek a különböző formáival kapcsolatban ad tájékoztatást, segítséget a vadászatra jogosultaknak. Mivel a vírus maga könnyen átvihető, a kockázat óriási, főleg azokon a területeken, ahol a nagy vaddisznó sűrűség egyezik a nagy házi sertés létszámmal is. A nem megfelelően kezelt takarmánnyal, alommal, de a vadászati ruhákkal, csizmával, sőt akár gépjárművel is könnyen továbbvihető a betegség. Ennek megakadályozása érdekében folyamatosan tájékoztatják a gazdákat, és felhívják a figyelmüket a megelőzés fontosságára.